kedves hallgatóim, akkor a sor fog kerülni a második videóra felvett előadásra. Mielőtt belekezdenénk a témába, két gyakorlati megjegyzésem van. Az egyik az az, hogy bár valószínűleg a legtöbben már tudják, de ha valaki nem, akkor mondom, hogy a jövő héten ugye természetesen nem lesz tréning hét, ami mindenféle közösségi programokat, meg külön előadásokat jelentett volna, hanem a rektornak a döntése alapján ez gyakorlatilag normális hét lesz előadásokkal, meg szemináriumokkal, úgy, ahogy azt már ebben a két hétben lehetett tartani. Ennek megfelelően én is fogok tartani előadást, ugyanúgy, mint az előző kettőt, és utána fog jönni majd a húsvéti szünetnek az ideje. A másik, amit mondanék, hogy kérném, hogy egy rövid visszajelzést küldjenek nekem azért a levélre, amiben elküldöm a linket, illetőleg a YouTube-ot, ugye mind a kettőn keresztül meg lehet nézni az előadást. Kérném, hogy az egyetemi e-mail címemre az alatnai.istvan@kre.hu-ra. Egy rövid visszajelzést küldjenek, hogy rendben van, megjött, láttuk, érthető, olvasható, stb. Hát mondjuk az érthetőséget azt nem feltétlenül arra értem, hogy mindenki minden mondatot érte, de akár azt is meg lehet tenni, tehát lehet kérdést föltenni, lehet valamit jelezni, hogyha az nagyon nem volt világos, tehát ebben az értelemben egy aktívabb közös munkára is mód lehet, mint ami az előadásokon normálisan van, amikor hát nagyon-nagyon gyorsan, ütemesen végig kell mennünk egy anyagon. Na most tulajdonképpen tehát arról van szó, hogy van egy plusz óránk, és ez azt jelenti, hogy egy picikét tudunk lazítani azon a nagyon összesűrített tematikán, amit olvashattak, amit kiadtam. Úgyhogy ennek megfelelően most ebben az előadásban az empirizmusról még nem fogok beszélni, hanem tulajdonképpen két rész lenne. Az első az az újkori filozófiáról általában, ez egy ilyen nagy bevezetés lesz ehhez a témához, és utána pedig a racionalista filozófia, amiről beszélni fogunk. Hát a végén nagyon röviden kitérünk másokra is, de alapvetően ez René Descartesről fog szólni. Tehát akkor először, első tömbjében ennek az előadásnak az újkori filozófia. Hát beszéljünk először ennek a fogalmáról, a korszak határairól és a tagolásáról. Ugye többször utaltam arra, hogy érdemes levenni a polcról a könyvtárban, na hát már amikor nyitva van, amikor megint nyitva lesz, különböző filozófia történeteket, és azokat egymással összehasonlítani, hát nem sok ezer oldal szöveget elolvasva feltétlenül, bár az is hasznos, hanem ha csak a tartalomjegyzéket megnézik, az nagyon-nagyon sokat mondó, hogy milyen témák, milyen címek, milyen tagolás van, és azon belül milyen mennyiségű anyag foglalkozik egyik vagy másik korszakkal, illetőleg filozófussal. Na most, ha ezt így nézzük, akkor hát azt hiszem, hogy nagyon nehéz lenne bármiféle olyan filozófia történetet találniuk, amiben ne lenne ez egyértelmű, hogy van egy ilyen nagy korszakhatár, ami elválasztja egymástól a középkori keresztény és az újkori filozófiát. Természetesen, mint ahogy minden művelődés történeti területen, hát itt sem valami olyan éles határról van szó, mint ami esetleg a politika történetben előfordul, hogy mondjuk egy béketötés, vagy egy háború, vagy egy államnak a létrejötte, az egy fontos korszakhatárt jelente. Itt is azért nemzedékeken keresztül húzódó folyamatokról van szó. Ezzel együtt az többé-kevésbé egyértelműnek tűnik, hogy ott a reneszánsz kortól kezdődőleg jön egy gyökeresen új korszak a filozófiának a történetében, amit újkori filozófiának nevezünk. Na most ehhez kapcsolódóan azonban két érdekes dolog az, amit mindenféleképpen érdemes eszünkbe vennünk. Az egyik az az, hogy máskülönben is kultúrtörténeti, művelődéstörténeti értelemben az új kort, a
nyugati kultúra esetében, azt a reneszánsztól számítjuk. Na most nem feltétlenül van így ez mindenféle történettudományi stúdium esetében. Vannak, akik mondjuk ezt egy későbbi időpontra teszik, mondjuk amikor én még iskolában tanultam, akkor az újkort, azt a francia, az angol polgári forradalomhoz, tehát vagy 250 évvel későbbre tették. Na most mi van emögött? Az, hogy a kultúra, a művelődés esetében természetes az, hogy egy új korszakról akkortól beszélünk, amikor az az új stílus, gondolat, eljárás, mód megjelent egyáltalán bárhol is. Na most lehet úgy is gondolkozni, mondjuk gazdaság vagy társadalom történeti szempontból, sokkal inkább adódik azt mondani, hogy az új az akkor van, amikor mondjuk az az új jelenség már uralkodóvá válik. Tehát ez egy igen jelentős különbség abból a szempontból, hogy hol húzunk meg egy korszakhatárt. Hát a filozófia lévén a kultúrának, a művelődésnek a része természetes, hogy akkortól beszélünk újkorról, amikor megjelennek bizonyos új dolgok, bizonyos új jelenségek, amelyekről perceken belül beszélni fogunk. A másik fontos megjegyzés ehhez kapcsolódóan pedig az, hogy annak ellenére, hogy a reneszánsz kortól kezdve 15-16. Század beszélünk a filozófia történetben is újkorról, az az igazság, hogy két évszázadon keresztül igazán meghatározó jelentőség, nagy, új nem jelenik meg a filozófiának a történetében. Tehát azt mondhatjuk, hogy vannak sok szempontból egyértelműen az azt megelőző korszakkal szemben új jelenségek, gondolatok, eljárásmódok, szemléletmód, stb. Ezzel együtt igazán jelentős, nagy, új filozófia, filozófus, az majd csak a 17. században fog megjelenni, hát talán esetleg a 16. század végén már, de alapvetően azt mondhatjuk, hogy hát hogyha a top 10-et nézzük, azokat a filozófusokat, akik tényleg a legeslegnagyobbak, azok közül az újkorban az első az gyakorlatilag René Descartes volt, akiről majd ennek az előadásnak a második felében fogok beszélni. Na most, mi az oka ennek? Hát azt mondhatjuk, hogy ennek az az oka, hogy az új, amelyik a filozófiában is megjelenik, az alapvetően nem a filozófiának a saját belső fejlődéséből fakadó új, amikor valami filozófiai szempontból döntő jelentőségű új születik meg, hanem inkább azt mondhatjuk, hogy van általában az egész kultúrában, az egész gondolkozásmódban, egy korszaknak a beállítódottságában valami olyan új, ami a filozófiára is fog hatni, a filozófiában is tükröződik. De hogy úgy mondjam, a pionír, aki elől megy, az nem a filozófia, hanem micsoda? Hát azt hiszem nem is kell különösebben bizonygatni, a reneszánszról lévén szó, és ugye ez mindenek előtt Itáliát, Olaszországot jelenti, hát sokkal inkább a művészet az, amiben meg fog jelenni az az új, és hát azért tágabb értelemben ez az egész gondolkozás módban is tükröződni fog, és a filozófiában is tükröződni fog. És hogyha ezt mondjuk, akkor tessék csak szépen visszagondolni arra, amiről az egész filozófia történeti kurzusnak az elején beszéltünk, hogy a filozófiának a rekonstrukciójában, abban, ahogy megpróbáljuk ennek a történetét megírni, fölrajzolni, abban különböző szemléletmódok lehetségesek, és akkor arról is beszéltünk, hogy van, amikor a filozófia az alapvetően ugye egy korszaknak a gondolkozás módját fejezi ki. Tehát most akkor használhatjuk ezt a kifejezést, hogy egy tükröző filozófiában tükröződik valami, ami máskülönben is megvan az illető korszakban. Nos hát, erre az első közel 200 évére az újkori filozófiának ez lesz jellemző. Na most akkor jön a következő kérdés, hogy jó, de hát akkor tulajdonképpen micsoda az az új, vagy mitől új,
Most már akkor ne csak a filozófiára gondoljunk, hanem általában a kultúrtörténetre, a művelődés történetre. Mitől új az, ami megjelenik ott a 15-16. Században, a reneszánszban? Na most én fogok sok mindenről beszélni, bizonyos olyan pozitív dolgokról, olyan szempontokról, amelyek meghatározzák ezt az újat, és majd a filozófiában is tükröződnek, de még mielőtt erről beszélnénk, kell, hogy azt mondjam, hogy az igazán döntő, a leglényegesebb szempont az az újnak az akarása. Tehát nem az a kérdés, hogy hol milyen új jelenségek vannak, amelyek mellett egyébként mindig csomó minden régi is fennmarad, hanem az a kérdés, hogy van-e egy olyan alapvető meggyőződés, egy olyan önértelmezés, egy olyan szándék, hogy most pedig mi valami újat fogunk csinálni. Na és ez az, ami a reneszánszban meglehetősen egyértelműen tudatos lesz. Hogy itt valami új az, ami megszületik. Nem fogunk tudni erről részletesebben beszélni, de az egésznek egy hihetetlen izgalmas aspektusa az, hogy hát az a korszak, amelyben megjelenik ez a nagy-nagy új a kultúrában, az mégis a reneszánsz lesz, vagy az újjászületés. Tehát egy olyan újról lesz, amelyik ugyanakkor meg visszamenni akar valahova, ugye az antikvitás korába. És ezekhez a századokhoz kapcsolódik hát egy másik nagy megújulás is, a reformáció, amelynek megint csak a nevében is benne van az, hogy úgy akar valami radikálisan újat, hogy ez a radikálisan új, az valójában egy visszakanyarodást jelent az eredetinek, a tisztának, a gyökereknek a világához. Csak ebben az esetben ugye nem az antikultúrának a csodálatos nagy teljesítményeihez, hanem az újszövetségi korhoz, a bibliai, jézusi korszakhoz való visszatérésről lenne szó. Na most ehhez akkor mindjárt kapcsolódik még egy kérdés, az az, hogy ha itt távolról nézzük, és ugye azt mondtuk, hogy igen, tehát elkezdődik, újkorról van szó, ugyanakkor a filozófiában nincsen 200 éven keresztül valami igazán meghatározó, nagy, új teljesítmény, a vallás területén pedig, hát abszolút van. A vallás területén a 16. század, ugye ez, ami a virágkorát jelenti, a 16. század eleje a reneszánsznak, hát ez jelenti a reformációt, ami valami hihetetlen erejű újat fog jelenteni, és akkor ehhez még azt is hozzá lehet tenni, hogy nem ok nélkül és nem alaptalanul beszélnek egyre inkább az erre született katolikus reakcióról úgy, mint ami valójában a katolikus reformot jelenti. És nagyon izgalmas kérdés lenne abba belemenni, hogy mennyi minden hasonlóság volt a között, a mozdulat között, amit Luther csinált, meg amit Loyola Ignác, ugye a jezsuita rendnek a megalapítója. Na most erről nem tudom beszélni, az viszont mindenféleképpen egy érdekes kérdés, hogy miért van az, hogy a vallásnak, a kereszténységnek a történetében egy hihetetlen intenzitású új jelenik meg ennek az új korszaknak az elején, a filozófiában pedig nem. Hát a válasz erre a kérdésre az, hogy azért, mert a vallásban meghatározó az élmény, egy átélt tapasztalat. Na most a filozófia az pedig egy intellektuális reflexiót jelent. Tehát teljesen érthető, hogy ez általában is később történik meg az, hogy intellektuálisan, vagy sőt racionálisan lecsapódjon valami olyan alapvető, nagy, új szemléletmód, valami új út, ami elindult egy társadalomnak az életében, vagy egy egész kultúrának a világában. És hát végül még egy dolgot, azt gondolom, hogy nekem szabad ezt mondanom, nem mindenkinek, csak aki nagyon szerelmes az olaszokba és az olasz kultúrába, az mondhatja azt, hogy azért az is szerepet játszott
abban, hogy ez a korszak nem olyan teremtő erejű filozófiailag, mint gondolnánk elsőre, hogy azért ennek a korszaknak, az Európának a központja egyértelműen Itália, Olaszország. És az egész olasz szellem és gondolkozásmód az alapvetően nem egy reflektív, nem egy intellektuális, nem egy elvont gondolkozásra hajlamos kultúrát jelent, hanem sokkal inkább az artistikum, a művészi kreativitás, teremtő készség az, amely meghatározza az olasz szellemiséget. Azért ez is szerepet játszik abban, amire utaltam. Na és akkor most beszéljünk egy kicsit ennek a korszaknak a határairól. Hát most mettől meddig terjed az újkori filozófia? Na most ez nyilván felveti azt a kérdést, hogy hát vannak-e olyan általános jellemzők, amelyre azt mondhatjuk, hogy hát ezek az újkori filozófiának a jellemzői, és amikortól, ameddig ezek megfigyelhetők, akkor beszélhetünk újkori filozófiáról. Hát azt gondolom, hogy ezt nem mondhatjuk. Nincsenek olyan általános jellemzői a filozófiálásnak, vagy hát legalábbis eléggé erőltetetten lehetne ilyeneket meghatározni, amelyek a 15. századtól egészen máig érvényesek lennének. Sokkal inkább azt lehet mondani, hogy van egy kezdet, van egy út, amelyik elindul. És ennek az útnak az eleje az, ami sokkal könnyebben beazonosítható, a reneszánsz korszak, a reneszánsz kultúra világának általános jellemzői, és ezeknek a filozófiában is megtörténő lecsapódása. Ez az, amit inkább meg tudunk ragadni. És aztán utána egy nagyon-nagyon gazdag, nagyon-nagyon sok mindent produkáló néhány száz év fog következni. Egyébként, ha akarjuk, mondhatjuk, hogy hát egy viszonylag rövid időszak, hiszen az antik filozófia az egy évezredet örelt föl, a középkori filozófia is. Hát ahhoz képest az a fél évezred év, amit az újkori filozófiának szoktak tekinteni, az egy rövidebb korszakot jelent. Hát ezzel együtt persze valóban egy hatalmas sokszínűség van ebben az újkori filozófiában. Na most elsőre azt mondanánk, és egyébként úgy van, hogy többségében még ma is a filozófia történetek többségében, hát legalább felében, most ezt a százalékos arány nehéz lenne mondani, de általában vannak, akik úgy tekintik, hogy hát ez mind a mai napig tart. De lehet úgy is gondolkozni, hogy ez mégsem biztos, hogy egészen a mai napig tart. Hát de minek alapján lehetne azt mondani, hogy ez az újkori filozófia is véget ért, és akkor azután kezdődött volna el valami megint új, egy negyedik korszak, ugye, hogyha így erről a három korszakról beszéltünk, hogy antik, középkori és újkori filozófia. Hát minek alapján lehetne erről beszélni? Annak alapján, hogy az újkori filozófia nagyon sajátos és karakteres módon, valamilyen nagyon mély szinten, valóban jelent egy reneszánszt. Valóban jelenti a megismétlését annak az ívnek, amelyet az antik filozófia bejárt. És akkor pörgessük csak vissza, hogy mit beszéltünk, hogy is volt az antik filozófiának a tagolása. Ez megint egyébként olyan, amiben gyakorlatilag minden filozófia történész egyetért, úgyhogy volt az a bizonyos preszokratikus filozófia, aztán az antik filozófiának a virágkora, Szókratész, Pláton, Arisztotelész, és utána a hellenista korszaknak a filozófiája. És amikor azt kérdeztük, hogy jó, de hát ezt az antik filozófián belüli tagolást, ezt minek alapján tehetjük meg, akkor azt mondtuk, hogy elsősorban annak alapján, hogy mi az a legközpontibb téma, tárgy, kérdéskör, ami foglalkoztatja az adott korszakot. És azt mondtuk, persze megint csak nagyon sematikusan, de azt mondtuk, hogy a preszokratikus korszakban a kozmológia, a világra való rácsodálkozás, vagy utána ez egy kicsit elvontabban már, még általánosabban, ontológia, lételmélet, tehát hogy mi az, ami létezik. Azt próbálják megragadni. És akkor a második, a virágkorában az antik filozófiának ott lesz egy ismeret elméleti fordulat, vagy hangsúly legalábbis, amikor avval kezdenek el foglalkozni, hogy hát mitől függ az,
hogy a világ hogyan tükröződik bennünk, hogy mi hogyan tudjuk azt megismerni, milyen módon, milyen mértékig, stb. Stb. És akkor jött ugye a harmadik korszak, amelyben egyre inkább az érdeklődés középpontjába az etikai kérdések kerülnek, hogy mit kezdjen az ember az életével, legyen szó akár az egyes emberről, akár a társadalomról. Nos, ez az, amit tulajdonképpen az újkori filozófia is meg fog ismételni. Itt is van egy első időszak, amelyre nagyon jellemző ez a rácsodálkozás a világra, a természetre, és egy olyan igényű filozófia, amelyik így le akarná írni a világ egészét, aztán utána jön egyre inkább az odafordulás az ismeret elméleti kérdésekhez, hogy hogyan, milyen módon lehetséges az emberi megismerés, és azután fog jönni egy harmadik korszak, amelyikben pedig az etikai kérdések, a gyakorlatnak a kérdése lesz meghatározó. Na már most, ha ezt elfogadjuk, akkor viszont azt kell mondanunk, hogy ebben az értelemben az újkori filozófia az a 19. század közepén, második harmadában véget ért. És utána megjelennek olyan új filozófiai irányzatok, amelyek tulajdonképpen ebbe már nem sorolhatók bele. Nem szükséges eldöntenünk, hogy ez így van-e vagy nem így van. Én úgy érzem, hogy sok minden szól emellett, vagy kicsit több szól emellett, mint ez ellen, de minden esetre ez azt jelenti, hogy ebben az értelemben az újkori filozófiát azt máig is meghúzhatjuk a vonalat, meg azt is mondhatjuk, hogy már közel másfél évszázaddal ezelőtt véget érte. Majd az előadások során a későbbiekben erről még bőségesen lesz szó. Na és akkor most elérkeztünk oda, hogy elkezdjünk beszélni a reneszánsznak, maga egészében a reneszánsz világnak, a reneszánsz kultúrának néhány alapvető jellegzetességéről, amelyik majd a filozófiában is tükröződni fog, eltérő súllyal, jelentőséggel, van, amely abszolút meghatározó lesz, kettő, és egy másik kettő, ami szintén ott van, de talán egy kicsit kevésbé döntő tényezőként, mint az említett másik kettő. Az első és az utolsó lesz a négyből, amelyik különösképpen is filozófiai szempontból is meghatározó lesz, de fogok beszélni a kettő között még arról a másik kettőről is, amelyek annak az egész világnak fontos jellemzői. Nos, tehát az első ilyen jellemző az individuum központúság. Az individuum központú gondolkodásmód. Na most ezt érzékeltetendő, azt mondhatom, hogy a középkor világa számára a meghatározó, legfontosabb szerepek, azok melyek voltak? A szerzetes és a lovag. Amelyik mind a kettő nem egy individuális személyiségként jelent meg, hanem annak megvolt az ideája, hogy az mit jelent, milyen az igazán ideális szerzetes, milyen az igazán ideális lovag. Aztán az idő múlásával ennek hihetetlen kifonomult, differenciált megalkotása történt ezeknek a szerepeknek. Na most ezzel szemben mi az, ami meg fog jelenni a reneszánszban? Olyan szerepek, olyan szereplők lesznek, amelyeknek abszolút meghatározója lesz az individualitása, az individuális életút. Két ilyenről érdemes beszélni. Az egyik, bármilyen furcsa is, az a zsoldos vezér, a condottieri. Gondoljunk csak bele, hol vagyunk? Itáliában, számtalan kisebb állam, különböző hercegségek, amelyek állandó harcban állnak egymással, amelyeknek állandóan szükségük van profi katonákra, akik abszolút első osztályú módon értik a háborúnak a mesterségét. És ezek lesznek, ezek az abszolút top képzett zsoldos katonák vezérek, akik minden további nélkül eladhatják a maguk szaktudását, hol egyik, hol másik, hol harmadik államnak.
Hogy ez mennyire így van, azt gyönyörű szépen érzékelteti azt, hogy a szobrászat történetének két, ha legesleg magasabbak közé értékelte, lovas szobra az, amely két meghatározó térbeli helyen található, az egyik Pádovában, Gattamelátának, a zsoldos vezérnek a szobra, és a másik pedig Velencében, Colleoni zsoldos vezérnek a Verrocchio által állított lovas szobra. És a másik, hát a művész. A reneszánsz alkotó művész, aki még egy-két nemzedékkel korább névtelen volt. Legfeljebb olyan nem egészen legitim próbálkozások történtek, hogy valaki a saját arcát is oda festette egy festményben valahova oda a csoportba, és akkor ebben lehet szép társasjátékot játszani, hogy most akkor valóban az illető művésznek az önarcképe lenne ott, vagy nem. De nem írták oda. Hát hogy vetődött volna föl egy ilyen? Sőt, általában a művészeket, legyen szó festőről, szobrászról, azt úgy tekintették, mint aki egy mesterember, a mesterembereknek az egyik fajtája. Ehhez a státuszhoz, ehhez a társadalmilag is meglehetősen alacsony státuszhoz képest elmúlik néhány nemzedék, és valami egész döbbenetes dolog következik be, amit egy kicsi történet nagyon jól érzékeltet. Amikor Tiziano, aki hát az egyike a leges legnagyobbaknak az egész festészet történetében, festi 5. Károly császárnak a képét. Aki ugye akkor egyrészt a Német-Római Birodalomnak a császára, másrészt spanyol király is. Ez azt jelenti, hogy talán lehet mondani, hogy az ismert világnak annyira nagy százalék arányát soha senki nem uralta, mint akkor 5. Károly. Tehát tényleg az egész, ugye a nagy része Latin-Amerikának és el a Fülöp-szigetekig és Európának a jó része az ő uralma alatt áll. És Tiziano festi a képét, és leejti az ecsetet. És a császár lehajol, és fölemeli, és visszaadja Tizianónak az ecsetet. Na most ezt az utat tessék elképzelni. És tegyük hozzá, 5. Károlynak teljesen igaza volt, szerintem azért Tiziannak a nevét mindenki hallotta, maguk is. 5. Károlyét sokkal kevésbé. Na már most, hát a reneszánsz művészre is az jellemző, hogy egyéni életútja van, ugyanúgy a többségük az vándorol egyik városból a másikra, és hát persze van egy belső lelki útja is, tulajdonképpen mindegyik írhatna egy, micsodát, egy confessionest, vallomásokat, amelyet elsőként Augustinus írt, ugye az antikvitásnak a végén, és amiről beszéltünk, hogy ez műfaj teremtés egyúttal az egész nyugati kultúrának, tehát a nyugati kereszténység világának egy meghatározó jellemzőjét teremti meg ezzel az individuum központúsággal. Tehát egy olyan szemléletmódról van szó, a világnak egy olyan feltérképezéséről, amelynek a középpontjában az én vagyok, az énem, az individuum. Na most 20 percen belül fogjuk látni, hogy ez milyen óriási jelentőségű lesz majd a filozófiában, a Descartes-i filozófiában is. Na de akkor most gyorsan menjünk át még a másik két jellemzőre, amelyek a korszak egészére nézve óriási jelentőségűek, és azért érvényesülnek a filozófiában is, ha nem is ilyen mértékig, mint ez az individuum központúság, de azért igen. Az egyik az, így mondhatnánk, hogy emberközpontúság, vagy mondhatnánk azt, hogy humanizmus. Mind a kettő egy kicsit félrevezető lehet. Az emberközpontúságot, ha mondjuk, akkor azt nehogy összekeverjük az individuum központúsággal. Más az, amikor az emberi jelenség az, ami érdekel, és más, amikor a saját személyem, a saját énem, a saját világhoz való viszonyom az, ami foglalkoztat engem. Abszolút alapvető különbségről van szó. Az ember központúság, az ember léptékűség, az egész görög kultúrának is alapvető jellemzője, sokak szerint például Kerényi Károly, a két háború közötti nagyon nagy magyar klasszika filológus,
szerinte. Pontosan ez volt a nagy keleti kultúrákkal, mármint közel-keleti kultúrákkal szemben a jellemzője a görögségnek, az emberléptékűség, az emberi jelenség, az emberi test. Azért képesek olyan káprázatos szobrokat csinálni, mert az ember érdekli őket. Ez egész más, mint ami Augustinusnál jelenik meg, hogy az én kerül a középpontba. Nem az ember általában, hanem az én lelkem, az én személyem. Na már most tehát emberközpontúság nem azonos az individuum központúsággal. Most másrészt a humanizmus kifejezéssel pedig azért kell vigyázni, mert az általános használat ennek sokkal szűkebb, mint ahogy ezt most értjük. Hát a humanizmusról mindenki hallott, mint ami a reneszánsznak az egyik nagyon fontos jelensége. Hát egy bizonyos értelemben társadalmi jelenséget jelent, azt a top értelmiséget, amelyik tulajdonképpen az antikvitáshoz való odafordulás, visszafordulásnak a művelője, fantasztikus nyelvtudással, filológiai ismeretekkel, egészen kifinomult latin nyelvezeten írt művekkel, ismereteknek a terjesztésével, egy picit hasonlóan, mint a szofisták ott a Szókratész korában Athénben, ők a humanisták. Hát legalábbis egy humanistáról biztos, hogy mindenki tud, mert volt, vagy inkább hamarosan fog menni majd ugye Erasmusra, rotterdami Erasmus az, akit mint az egyik legjelentősebb humanistát ugye ilyen polcra emelték, hogy az Erasmus ösztöndíj az, amivel diákoknak a milliói mennek át más országba. Remélhetőleg nem nagyon másolják le Erasmusnak az erkölcsi személyiségét, de ez megint egy külön téma lenne. Na már most ehhez képest, most sokkal tágabban értjük ezt, hogy az ember iránti érdeklődés. Mit jelent az ember iránti érdeklődés minden szempontból? Az embernek a lelke, az emberi alkotások, az emberi szellemnek a lehetőségei. Ezek, amelyek foglalkoztatják ezt a korszakot, és az emberi test, a boncolás. Ekkor válik egy ilyen egészen izgalmas és veszélyes tevékenységé, hiszen ezt hosszú ideig tiltják is, és hát ugyanakkor jól tudjuk, hogy ennek milyen fontos tudományos következményei is voltak. Na most úgy is fogalmazhatunk esetleg, hogy hát mi az, ami történik ott ebben a nagy váltásban, a középkorral szemben, az újkorba való átlépéskor, a reneszánszban? Az, hogy az az emberi tekintet, amelyik mindig fölfelé irányult, ugye az Istenre, az isteni dolgokra. Mi fejezi ki ezt a legjobban, ha nem a gótikus katedrális, a maga égbe törő tornyaival, és formáival, és ablakaival. Na most evel szemben az embernek a figyelme, az kezd lejönni az égből, kezd lejönni a vertikálisból egy horizontális síkba, és kezdi felfedezni micsodát? A világot maga körül, meg magába. Magában ez jelenti az individuumot, és jelenti egyúttal az emberi jelenséget is, de fogja jelenteni általában is a természetnek a világát. Na most mielőtt arra térnénk rá, még kell beszélnünk a harmadik fontos jellemzőjéről a reneszánsznak, ami hát nagyon egyszerű lesz, maga a reneszánsz, az újjászületés, vagy ha tetszik rinascimento, egy kicsit ildomosabb lenne így használnunk a kifejezést ugye olaszul, de nemzetközileg a francia kifejezés honosodott meg, ami ugye szó szerint azt jelenti, hogy hát újjászületés, visszafordulás az antik kultúrának a világához. És ehhez azt érdemes hozzátenni, hogy hát ez az olasz szellemnek valami egészen káprázatos jellemzője, hogy hogy volt képes arra, hogy miközben tulajdonképpen valamit felújítana, lemásolna, és ebben azt mondanánk, hogy hát mi következik? Hát azért egy kicsit epigonkodás, ugye? Hát most tessék belegondolni, hát persze, hogy most az nagyon szép, lenyűgöző, hogyha valaki képes, mit tudom én, Arany János és Petőfinek a stílusába verset írni, stb. Sokan ezt megcsinálták, de azért nem gondoljuk azt, hogy ők a legzseniálisabb költők, akik ezt virtuóz módon tudják, ezt az epigonságot csinálni.
És Itáliában mégis az történik, hogy valami egész hihetetlen, kreativitású és újat hozó művészet születik meg, miközben valóban az jelenik meg, meg is fogalmazzák le, és írják, tankönyvek is születnek erről, hogy az ideát, az antik művészetet, azt hogyan művelték, és hogyan kellene annak a mintájára alkotni, ugyanúgy, ahogy a nagy latin autoroknak a stílusában próbálnak írni, ugyanígy fogják ezt megtenni a művészek az épületekkel, a szobrokkal, és egyébként mondják, talán a művészet történet iránt érdeklődők ezen elgondolkozhatnak, hogy és talán a legzseniálisabb az összes közül az a Giotto, a festő, akinek a számára nem volt igazán előkép, mert a festmények elpusztultak. Tehát ő igazából előkép nélkül volt képes megteremteni valami egészen új világot, és hogyha valaki veszi a fáradtságot, és egy 5 percet megnéz egy-két képet az interneten Giotto-nak a képeiből, akkor szinte mindent fog érteni arról, hogy mit jelent a középkorból az újkorba való átmenet, miközben a középkori képeken nem csak az ortodoxia világában, ahol tényleg ikonok vannak, de a nyugati művészetben is sémák vannak, vagy bizonyos idealizált képek vannak. Ezzel szemben Giottónak a képein valami hihetetlen módon megmozdul a világ, individuális érzések, gondolatok jelennek meg. Tökéletesen a mai ember számára is minimális empátiával érezhető, individuális érzelmek, belső történések azok, amelyek megfestetnek. Nos, és akkor most lássuk a negyedik jellemzőt, amelyik pedig a természethez való odafordulást fog jelenteni. Na most ennek két lépése van. Az egyik az önmagában az odafordulás a természethez. Ez egy nagy dolog, mert hogy a középkori embert nem érdekelte a természet, illetve félt a természettől. Hát mit jelentett a középkori ember számára a természet? A teljességgel kiszámíthatatlan, félelmetes uraságot, akinek a kegyétől vagy kegyetlenségétől függően maradhatott egyáltalán életben az ember vagy nem, attól függően, hogy volt-e vagy nem volt árvíz és tűz és aszály, vagy pedig éppen, hogy jó, szép idő volt és bőséges termés. Hát ettől igazából csak félni lehetett, föl se vetődött az a gondolat, egy, hogy azt szeretni lehetne, hogy érdeklődéssel lehetne odafordulni hozzá, és még kevésbé azt, hogy azt megismerni lehetne, és hogy esetleg annak alapján még bizonyos mértékig befolyásolni is lehetne. Na most ezzel szemben, amikor leveszi az ember a tekintetét ebből a vertikális irányból a horizontális irányba, akkor ugye föltáll előtt a természet. Kezdi észrevenni a természetet, és kezdi szép. Ugye erre is van egy ilyen nagyon szimbolikus történet, sok mindenkiről mondják, de hát talán a legkorábbiként Petrárkáról, az olasz költészetnek, lírának az első, és talán mind a mai napig legnagyobb alakjáról, hogy ő volt az első ember, aki fölment egy hegyre azért, hogy lássa a tájat. Előtte ilyen senkinek nem jutott eszébe. Engem is meglepett, amikor olvastam arról egy ilyen felvidéki utazásra készülve, hogy a Lomnici csúcsot, amelyik egyébként sokáig úgy gondolták, hogy a legmagasabb, valójában csak a második legmagasabb csúcsa volt a történelmi Magyarországnak, 2402 méter, hogy oda először a 19. század közepe táján ment föl valaki. Hát pedig az nincs olyan magasan. De mi csodának ment volna bárki föl egy kopárhegynek a tetejére. Hát föl lehetett menni, addig, ameddig mondjuk a juhok mentek legelni, vagy ameddig lehetett esetleg legalább valami kis ehető dolgot találni, de mi a csodának ment volna föl az ember még 500 métert? Na, a reneszánsz ember az, amelyik fölmegy az irodlásra a tájat.
Na és akkor elindul egy káprázatosan szép folyamat, ami nagyon jellemző Itáliára, az olasz első korszaknak, első újkori filozófiának a világára, a természetfilozófia, a természetről való elmélkedés, sok nagyon érdekes megfigyeléssel természetesen, és ugyanakkor, hát ahhoz hozzá kapcsolva a legkülönbözőbb misztikus, sokszor kifejezetten okkult jellegű gondolatokat, sejtéseket, elképzeléseket, és ennek alapján rajzolnak meg különböző, hát sokkal inkább költői, mint filozófiai jellegű világképeket. Ez az, ami az első lépés ezen az úton. De ez nagyon messze van még attól, amit természettudománynak nevezünk. Az egy második lépésben fog bekövetkezni, amikor elkezdik a természetet nem csak szemlélni, beleolvadni, elmélkedni róla, hanem elkezdik egy egészen másfajta racionális eszközrendszerrel vizsgálni. Hogy ez egy milyen nagy különbséget jelent, hát tessék arra gondolni, hogy hát ha azt mondom, hogy kiülök a dombtetőre, innen nézek szerteszét, és hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét, az egy hihetetlen intenzív élményt jelent. De abból nem lesz természettudomány. Abból nem lesznek képletek, hogy mi hogyan működik a világban. Az miből lesz? Az abból a módszerből lesz, amit úgy hívunk, hogy újkori természettudomány. És amelyik, ezt kell, hogy mondjuk, a kulcsa, a lényege annak az egész pár száz éves folyamatnak, amelyik a nyugati kultúrát, a mi kultúránkat tette a világnak a meghatározó kultúrájává, gyakorlatilag mára az egész világ meghódítójává. Ennek minden jó, és most egyre inkább látjuk rossz következményével együtt. Tehát arról van szó, hogy az ember egy olyan módszert talál meg, az újkori ember a 15. század, 17. században, amelynek a segítségével kezdi megismerni a természetet, és ez egyre inkább alkalmazott tudománnyá is válik, és képes lesz a természet világát uralni. Ennek az igazi berobbanása majd a 19.-20. században fog történni, amelynek következtében, gondolom, hogy senkinek a számára nem kétséges, hogy az embernek a természet formálásra való képessége az elmúlt 150 évben 10-szer annyit változott, mint előtte ezredeken vagy évtizedeken keresztül. Tehát ez az egész világ mai helyzetének alapvető meghatározója és kulcsa az a természettudomány, amelyik megszületik ebben a korszakban, a reneszánsz világában. Nem véletlen az, hogyha visszagondolnak, akkor amikor fizika vagy kémia kapcsán ugye egyes törvények, nevek említésre kerültek, ott ugye ilyen olasz nevek szerepeltek, ugye Galvani, meg Torricelli, és mindenek előtt Galileo Galilei, akire még majd egy picit ki fogunk térni. Na most, tehát természetesen arról van szó, hogy azért ez egy több nemzedéknyi út az, amin ki fog alakulni a természettudományos vizsgálatnak a módszere. És mielőtt ennek a módszernek a leglényegét elmondanám, előtte akkor próbáljuk felidézni azt, amit talán azért hallottunk erről, meg ez is nagyon képszerű, nem tudom, valaki volt esetleg önök között Pízában, ha nem, akkor is láthatta ugye azt a nagyon-nagyon nevezetes tornyot, ugye a pízai ferde tornyot, amelyik hát most már nagyon ferde, nem volt ennyire ferde, még Galilei idejében, de akkor is elég ferde volt már ahhoz, hogyha valaki ott a tetejére fölállt, akkor nagyon szépen lehetett kísérletezgetni avval, hogy ledobál különböző gombokat vagy súlyokat, és akkor ezeket el lehetett kezdeni méregetni, ugye? Tehát, hogy mennyi érd alatt érkezik le, és hogyha nagyobb a golyó, és a súlya, stb. Változtatgatva ezeket a mérőszámokat. Hát körülbelül ez a lényege az újkori természettudománynak. Vagyis két dolog. Az egyik a mesterséges tapasztalat, amit úgy hívunk, hogy kísérlet. A
kísérlet az egy mesterséges tapasztalat. Tehát én magam olyan körülményeket teremtek, amelyek között lezajlik egy folyamat, és utána ezt én meg tudom ismételni, és harmadszor, és negyedszer, és ötszázadszor, meg tudom csinálni azt, hogy utána elkezdem változtatgatni egy kicsit, hogy nagyobb, kisebb, nagyobb sebességgel, más hőmérsékleten, ugye, hát a kémcsőben mit csinálunk? Más arányba keverjük azt a kétféle likvidet, meg előbb fölmelegítjük, stb. Stb. Tehát megfigyelés, ami egy mesterséges tapasztalatra irányul. Kísérlet. És ez még mindig nem lenne elég ahhoz, hogy ebből tudomány legyen, mert hogy jó, és akkor amit látunk, abban mit csinálunk? Leírjuk azt, hogy nagyon érdekes volt, vagy nagyot robbant, vagy nem, hanem leírjuk matematikailag. Ez a lényege. Matematikai formába öntjük azt, amit a kísérletben tapasztaltunk. És ez mivel fog járni? Ez avval fog járni, hogy ellenőrizhető és interszubjektív lesz az az ismeret. Tehát ezt a kísérletet Új-Zélandon is meg lehet ismételni holnap, vagy 5 év múlva, vagy bármikor, hát ugye bizonyos keretek között ellenőrizni lehet, azt lehet mondani, hogy nem, ez nem stimmel, mérési hiba történt, de hát általában ezek olyan ismereteket hoznak, amelyek bomba biztosak. Amelyek rendelkezésre állnak már a következő nemzedék számára. Akinek már nem kell elkezdenie, nekünk nem kell oda menni már, a pízai ferdet érdemes oda menni megnézni, de azért nem érdemes oda mennünk, hogy ledobáljunk ottan valamiket, hogy mérjük, hogy mennyi idő alatt érkezik le, az egy abszolút biztos tudás. Hanem arra lehet építeni egy következő szintet, aztán egy harmadikat, aztán egy negyediket, és most körülbelül, ha jó számolom, a 27.463. emeleten jár. Így működik az az ismeret anyag, ismeret hegy, ami fölépül a természettudományos módszernek köszönhetően. Természetesen annak minden elképesztő veszélyével együtt, például avval, hogy halvány fogalmunk sincs itt a 27.000. emeleten, hogy ami alattunk van, az tulajdonképpen hogy is működik, és miért van úgy, ahogy van. Tehát azt mondhatjuk most nagyon leegyszerűsítve, hogy az individuum központúság mellett a másik abszolút meghatározó, fontos tényezője, hajtórugója az egész újkori filozófiának az a természettudomány lesz, illetve a természettudománynak az élménye, az a tapasztalat, hogy ez mit jelent, hogy ez hogyan történik, milyen következményekkel jár. És különösképpen is igaz ez, az újkori filozófia már tényleg két nagy első iskolájára, nem a reneszánsz korra, amikor még olyan nagy dolgok nem történnek, hanem arra a két európai filozófiai irányzatra, amelyik a 17. és 18. századi Európát meghatározza. Ez a racionalizmus és az empirizmus lesz. Na most mielőtt áttérnénk ebből az elsőnek a részletesebb vizsgálatára, előbb azt el kell mondani, hogy hogyan és milyen módon gyökerezik ez a kétféle filozófiai iskola ugyanebben az alapvető tapasztalatban a természettudománnyal kapcsolatos, vagy a természettudományt művelő embernek a tapasztalatában. Tegyük hozzá, hogy a legtöbb 17-18. századi filozófus egyúttal természettudós is volt, aki művelte azt az illető tudományt, azoknak a számos szaktudománynak a legkiemelkedőbb művelői, azok ugyanazok az emberek, akik a kor filozófiájának a legnagyobb mesterei. Na már most. Tehát a racionalista filozófiában alapvetően ebből a két pillérből a matematika érvényesül. A matematikai megismerésnek az ideája, és különösképpen is a matematikai megismerésnek a deduktív módszere. Tehát mi a dedukciónak a lényege, hogy van valami általános alapelv, és utána azt bontjuk le, abból vezetünk le. Az az, ami mozdíthatatlan, ami biztos, és utána annak alapján közelítünk alacsonyabb szintekhez, konkrét dolgokhoz. Hát ugye ennek az a nagy mintája az a geometria, ugye euklidesi geometria, vagy nem euklidesi geometria, amelyben bizonyos axiomák vannak, amelyeket elfogadtunk, ezek az alapelvek, és utána ennek alapján lehet fölépíteni mondjuk a geometriának a teljes egész tudományát.
Ezzel szemben az empirista filozófiára, ami abszolút egyértelműen az angol szász világnak lesz meghatározója, az induktív gondolkozás jellemző, aminek sokkal inkább a megfigyelése, a kísérletező, a megfigyelő embernek a tapasztalata van a hátterében, és amelyiknek pedig a gondolkozás módjára az indukció jellemző, vagyis az, hogy konkrét, valóságos helyzetekből, egyedi dolgokból indulunk ki, és kezdünk el, amennyire csak lehet egyre jobban általánosítani. Tehát nem fölfelül, föntről megyünk lefelé, hanem lentről megyünk fölfelé. Na most, hát bármennyire is szűkös az időnk, bár ugye azáltal, hogy most itt egy videó van, és nincs kicsengetés, kicsit jobb a helyzetünk, azért két dolgot ennek kapcsán érdemes elmondani, mert ez a kettősség, tehát ez a francia, vagy most már mondjuk így tágabban, az elején francia, aztán később általában a kontinentális filozófiai gondolkozás és angol szász empirista gondolkozás, ez tulajdonképpen az élet számtalan más területén is érvényesült, egészen addig, hogy a mai napig is ez egy nagyon karakteres kettősséget jelent Európának, vagy hát amióta ugye USA is van, és az angol száz világ kiterjedt a világ más részei, az egész világra nézve ez egy elég meghatározó kettősséget jelent. Na most maradva, most még ennél a francia-angol racionalista-empirista kettősségnél két példát szeretnék mondani, amelyek ezt nagyon szépen érzékeltetik. Az egyik, talán mindenki azért hallott már, meg volt is, francia parkban, meg angol parkban. Milyen a francia park? Ugye nyílegyenes utak, sövények, amelyek milliméter pontosan vannak megvágva, csatornák esetleg, amelyek szintén abszolút meghatározott, geometriailag megalkotott, és annak a geometriai képletnek az alapján létrehozott parkok. Hát adott esetben sok-sok holdon, ugye legnagyobbként, hát mi a legeslegismertebb, ugye ez a bizonyos Versailles, ugye a francia királyi park, Versailles kastélynak a parkja, de nem igen marad el attól, még bizonyos szempontból még szebb is, ami itt van tőlünk 250 kilométerre a Schönbrunnban, Bécsben. Ugye annak egy picike változata a Fertőben az Eszterházi kastélynak a parkja, és gyakorlatilag minden fontosabb európai központban, királyságnak volt egy-egy ilyen parkja, Szentpétervártól Nápolyig és Spanyolországig. Ezzel szemben az angol park az olyan, mint maga a természet. Pontosabban úgy tesz, mintha olyan lenne a természete, ahol mindenütt olyan természetes módon nőnek a növények, és csak olyan finoman van igazgatva az, hogy most akkor merre menjen az a fa, hogy egy kicsit módosítunk annak a kis pataknak vagy erecskének a folyásán, és akkor oda telepítünk még egy másféle növényt, amelyik avval a másikkal együtt ottan valami egészen különleges, szép színvilágot fog teremteni. Tehát abból indulunk ki, hogy a létezőt kezdjük el úgy formálgatni, hogy az egyre közelebb kerüljön ahhoz, amit szeretnénk elérni. Hát ennek a kettőnek, a francia parknak és az angol parknak a látványa és a hangulata az abszolút jól érzékelteti a kétféle gondolkozásmódnak a különbségét. De van egy másik terület is, amire érdemes utalni, annál is inkább, mert hát ennek az évnek az eseményeihez a világpolitikában is hozzátartozik. A francia és az angol demokrácia fölfogás, vagy társadalom filozófiai gondolkozás. A francia gondolkozás a társadalomról is körülbelül úgy gondolkozott, mint a matematikáról, matematikai gondolkozás. Tehát, hogy vannak bizonyos eszmék, mondjuk az emberi jogoknak az eszméje, és ebből levezetjük azt, hogy az élet egyik vagy másik területén milyen törvényeket kell alkotni.
Ez tökéletesen érzékelteti az, amilyen alkotmány számos ilyen francia deduktív gondolkozás alapján született alkotmány jött létre. Például ugye, amikor Románia mint önálló állam létrejön, akkor egy az egybe lemásolják a belga alkotmányt. Mondjuk hát a főváros Brüsszel helyett Bukarest lesz, meg egy-két ilyen jelentéktelenebb különbségtől eltekintve. Ez meg lehet tenni, sőt, ezt kell megtenni, hiszen ez a tökéletesen megalkotott alkotmány bárhol, bármikor, bármilyen ország számára. Hát, hogyha ez matematikailag dedukálható, akkor logikus, hogy így kell lennie, ugye? Az angol gondolkozás teljesen eltérő ettől, az reformokban gondolkozik. Abban, hogy egy meglévő helyzetet próbáljunk befolyásolni egy kicsit, hát mint az angol parknak a létrehozásában. Na most, amikor azt mondtam, hogy ez a mai napig meghatározó jelentőségű különbség, akkor ehhez az is hozzátartozik, hogy bizony abban, hogy az angolok úgy szavaztak, hogy kilépnek az Európai Unióból, abban igen nagy szerepe volt annak, hogy az angol gondolkozás számára mérhetetlenül idegen és idegesítő és nehezen elfogadható az a fajta francia demokrácia felfogás, amely az Európai Unióban is igen nagy mértékben érvényesül. Ugye nem véletlenül, hiszen amikor létrejön, akkor Anglia még nem tagja, a németek a háború után vannak, örülhetnek, ha egyáltalán az asztalhoz engedik őket, tehát egy nagyon tisztán francia koncepció alapján fog megszületni az Európai Unió, és ez nagyon idegen volt mindig is az angolok számára, nagyon sokat kínlódtak azzal Brüsszelben, hogy hát elvileg körülbelül arányosan kellett volna, hogy az egyes országból jöjjenek a stáboknak a tagjai. Hát lasszóval nem lehetett találni embert Angliából, nem akartak oda menni. Na most hát ez valóban egy nagyon nagy különbséget jelent, és hát igen, ez azért abban is jár, hogy bizony a társadalom filozófiai szempontból azt gondolom, hogy nehéz jobban szimpatizálni a francia elképzeléssel, mint az angollal, mert hát hogy néz ki az, amikor valóban úgy gondoljuk, hogy egy matematikai jellegű feladat megmondani, hogy mit kellene helyesen csinálni, hát az avval jár, hogy egy idő után egyre erőszakosabban fogunk ráverni a kezére annak, aki itt a nyilvánvalóan helyes választ nem akarja elfogadni. És bizony abból előbb-utóbb guillotinok és hasonlók lehetnek. Teljesen logikus módon, ugye tessék belegondolni, hát egy matematika tanár, ha nagyon türelmes lélek, akkor kétszer vagy háromszor még elmagyarázza a gyereknek, hogy miért mond butaságot, amikor ő szerinte 27 az eredmény, amikor az valójában 58. De egy időn túl aztán már nagyon be fog dühödni és kizavarja a gyereket, mert ez nem egy olyan kérdés, hogy kinek mi a vélemény. Az angol gondolkozásmód szerint társadalomfilozófiai kérdésekben is úgy van, hogy hát érvek és ellenérvek vannak, és a vita az azt jelenti, hogy én úgy érzem, hogy 55% érv szól inkább emellette, és csak 45% a másik megoldás mellett, és ezért ezt kellene elfogadnunk. Azért ebből nehezebben lehet eljutni egyfajta olyan agresszív társadalmi gyakorlatig, ami bizony a kontinensnek a történetében az elmúlt 200-300 évben Európában ugyancsak gyakori volt. És hát akkor most léphetünk tovább az első olyan filozófiai iskolához, illetőleg személyhez, akit ismertetnünk kell, ez pedig René Descartes. Elsőként beszélni fogok egy kicsit az ő szerepéről a filozófia történetben, aztán utána az újkori filozófiának a megalapozásáról, Descartes által, azután a rendszerről, és aztán két problémáról, két nagyon alapvető kérdésről, ami ebből az egész Descartes-i filozófiából származik, és a következő nemzedékek számára meghatározó lesz. Tehát nem kérdéses, hogy René Descartes a racionalista filozófiának a megalapítója, és sokszor úgy is tekintik, hogy ő a modernkori filozófiának az első nagy meghatározó személyisége. Azt mondhatjuk, hogy Descarteshoz valóban egy forradalom kapcsolódik, azonban egy nagy hagyományon belüli forradalom. Tehát
Egyszerre igaz az, hogy valóban itt válik már konkrét filozófiai teljesítményként, rendszerként valóságossá az, hogy itt egy újkori filozófia van, de ugyanakkor ez annak az egy hatalmas 2500 éves filozófiai hagyománynak a keretein belül történik, amelyet a nyugati filozófiának a története jelent. Van még egy olyan formai jellemző is, amire érdemes egy mondatban kitérnünk, az, hogy a középkori és az újkori filozófiának a különbsége az azt is jelenti, hogy latin nyelvű, illetve nemzeti nyelvű, francia, olasz, angol, német, aztán egyéb nyelvű filozófia művelése. Na most ebből a szempontból Descartes a határon van. A talán legismertebb, legtöbbet idézett műve, a módszer leírása, Discorso della Metode, az gyakorlatilag nem egy filozófiai mű, hanem valóban egy bevezetés bizonyos, konkrét, természettudományos traktátusokhoz. Azt írja le, hogy milyen módszertant kell követni a bármilyen tudományoknak az esetében. Ezt anyanyelvén írta. Ugyanakkor az a műve, amelyik hát a legmasszívabb, legkomolyabb filozófiai műnek minősül, azt még ő maga is úgy gondolta eredetileg, hogy hát azért ezt mégiscsak latinul kell, ezt még latinul kell megírni, ezek a meditációnak a Meditationes című műve, ami tehát latinul született meg, bár egy pár évvel később már franciára fordítják, és már úgy fogják kiadni, hogy ahhoz a művel kapcsolatos francia nyelven folytatott viták, kritikák és arra Descartes által adott válaszok is bele lesznek véve. Na hát akkor most kezdjünk bele, tulajdonképpen két nagy részben a Descartes-i filozófiának az ismertetésébe. Az egyik, aminek ugye ezt a címet adtam, hogy az újkori filozófia megalapozása. Na most mit is mondtunk, hogy mi az, amiben az új elsősorban tetten érhető? Ugye azt mondtuk, hogy nem ilyen, olyan, amolyan konkrét jellemző, hanem az újnak az akarása. Annak a tudata és öntudata, hogy itt most valami újba kezdünk bele. És ez nagyon érdekes egyébként az élet számtalan más területén is így van, hogy lehet, hogy azt gondoljuk, hogy valami nagy újat csinálunk, és aztán kiderül, hogy abból rengeteg minden még igazából a régi. És az is lehet, hogy azt gondoljuk, hogy valamit tulajdonképpen folytatunk, és eközben valójában abszolút új utakra kerülünk el. Ennek ellenére ez egy egyértelmű különbség. Az-e a szándékunk, hogy valami újat csinálunk, vagy pedig nem? Na már most Descartes esetében egyértelmű az a szándék, hogy itt valami újat kezdünk el. Így szoktam ezt fogalmazni, hogy tulajdonképpen Descartesnál öntudatosan egy zöldmezős beruházás lesz a filozófiának a művelése. Na most mit fog ez jelenteni? Azt fogja jelenteni, hogy mindazzal szemben, ami volt, legalábbis egy kétely kell, hogy bennünk éljen. Tehát nem abból indul ki, hogy itt van rengeteg minden, ami a megörökölt tudás, ismeret, filozófiai gondolat, és akkor megnézzük, hogy mi abból az, ami nagyon úgy tűnik, hogy ott nem stimmel, azt javítani kellene, ott valami más lenne szükség, hanem ellenkezőleg azt mondja, hogy eleve csak azt fogjuk elfogadni, ami bomba biztosan igaz. Tehát nem úgy veti el azt, ami volt, hogy az helytelen, hanem csak azt mondja, hogy ha az nem teljességgel bizonyos, akkor nem szabad elfogadnunk. Csak azt fogadjuk el valós ismeretnek, amiről teljességgel meg vagyunk győződve. Na most ezt fogjuk úgy hívni, hogy a módszeres kétely, vagy a kétely mint módszer. Nagyon lényeges, hogy itt egy módszerről van szó, nem arról a fajta kételyről van szó, ami mondjuk bizonyos alkatú embereknek, mondjuk cinikus embereknek a jellemzője, hogy ő semmiben nem hisz, mindenben kételkedik. Ellenkezőleg a személyiséget nézve Descartes abszolút nem egy ilyen ember volt, sőt, sokkal inkább jellemző rá egy fiatalos öntudat és lendület. Fog olyat is írni, hogy igen, megtaláltam azt a módszert, amivel minden kérdésre meg lehet találni a helyes választ.
Tehát itt nem egy kételkedő személyiségről van szó, itt egy tudományos eljárásról van szó, amelyik azt mondja, hogy nincs valószínű ismeret, csak egészen biztos ismeret az, ami elfogadható. Na de most minek alapján lehet eljutnunk bármilyen biztos ismerethez? Hát úgy, hogy azért vannak bizonyos pozitívumok, amikre támaszkodni lehet. Pozitív élménye van. Mi a legfőbb pozitív élménye? A matematikával kapcsolatos élménye. Az élményről van szó. Arról a tapasztalatról, amit szerintem mindenki ismer, ha csak általános iskolai matematikai tanulmányokat is folytatott, amikor belátunk egy matematikai összefüggést, és teljesen nyilvánvaló, hogy az abszolút rendíthetetlen. Ugye? Pitagórasz tétel. Ha valaki egyszer belátta, hogy a derékszögű háromszögben miért igaz az, hogy a A négyzet plusz B négyzet az C négyzet, akkor nem fogja azt gondolni, hogy nagyon-nagyon valószínű az, hogy ez így igaz. Nem! Az nem lehet máshogy. Az csak úgy lehet, az teljességgel bizonyos. Na most végső soron ebben az alapélményben gyökerezik az, amit úgy fog megfogalmazni Descartes, hogy a világos és tagolt, a második kifejezés esetében kérdéses, hogy hogyan fordítsuk, de tehát az, hogy csak az az ismeret elfogadandó, amelyik világos, clara et distincta, tehát idea, clara et distincta, az olyan gondolat, amelyik az olyan ismeret, amelyik világos, és ez a distincta, hát ez körülbelül azt jelenti, hogy amelyik elhatárolt, amelyik egyrészt kifelé világos, hogy miről van szó, el van határolva mástól, és másrészt a belső szerkezetére nézve is igaz ez a világosan látott szerkezet. Na most, tehát ez lesz az egyik, amire ő támaszkodni tud. A másik pedig az a bizonyos individualizmus, amiről úgy beszéltünk, hogy az egész újkori nyugati kultúrának meghatározója lesz. Tehát az individuumnak az öntudata, az individuumnak a belső élményvilága az, ami a másik olyan alapvető tényező lesz, amely lehetővé fogja tenni, micsodát? Azt a gondolatmenetet, amelyet most mindjárt elmondandó vagyok. És amelyik a rendíthetetlen alapot, az első szintet fogja jelenteni a Descartes-i filozófiának a számára, mondhatjuk, a zöldmezős beruházásban lehetővé teszi az alapnak a kijöntését. Na most ezt a gondolat sort, ez egy levezetés, egy gondolatmenete, ezt szokták azzal visszaadni, hogy cogito ergo sum, vagyis gondolkodom, tehát vagyok. Na most miről van szó? Tehát azt mondja Descartes, hogy nem fogadunk el semmiféle olyan ismeretet, ami nem teljességgel bizonyos. Clara et distincta, amiről nem teljesen evidens módon látjuk be, hogy az igaz. Vegyük sorra az ismereteinket. Ez se. Mindennel szemben tulajdonképpen kételkedni lehet. Hát az érzékszervi megismerésünk ugye az teljesen bizonytalan, ezt mindannyian tapasztaljuk, hogy arra egész bizonyossággal nem lehet építeni. És egy idő után meg fog jelenni az a gondolat is, az álomérv, hogy amikor álmodunk, akkor arról vagyunk meggyőződve, hogy az valóság. Ugye hát azért lehet, hogy az ember csuron vizesen ébredjen föl, hogyha egy rémálma volt, mert az pontosan ugyanúgy éli meg, hogyha tényleg az a vadállat üldözte volna, vagy tényleg olyan életveszélybe lett volna. Pontosan ugyanazok a következményei, mint amikor valóságosan megéljük. Honnan tudjuk azt, hogy ébren vagyunk és nem álmodunk? Honnan tudjuk azt, hogy nem az-e a helyzet, hogy ugyanúgy, mint ahogy az álmunkban, semmiféle valóság nincsen, ami a megfelelője lenne a mi belső élményünknek. És aztán még egészen az abszurditásig is el tudja vinni ezt a módszeres kételyt, hát ettől a filozófus, hogy végigviszi az egészet. És akkor azt is fogja tudni mondani, hogy még a matematikai megismerés sem egészen biztos, hogy igaz, mert azt mondja, mi van akkor, hogyha azt a gondolatot, ami bennünk él, mondjuk így, mint egy matematikai bizonyításnak a teljesen evidens volta,
Mi van, hogyha ezt valójában valami gonosz démon, amelyik belénk ülteti ezt a gondolatot, és elhiteti velünk azt, most már azt én mondom, hogy 2x2-4. Akárhányszor erre gondolok, mindig azt gondolom, hogy 2x2-4, de lehet, hogy csak azért, mert egy gonosz démon az agyamba ültette ezt a gondolatot. Lehet, de egy dolog akkor is biztos, hogy én most azt gondolom, hogy 2x2-4, vagy teljesen mi, mindegy, hogy mi a tartalma annak a gondolatnak, amiről szó van, az nem vonható kétely alá, hogy nekem most ez az élmény. Sőt, azt mondhatjuk, hogy a kételkedésem, az, hogy én most azon gondolkozom, hogy lehet, hogy ez valamilyen optikai csalódás, hogy én itten székeket, meg szobát, meg könyveket látok, vagy lehet, hogy halucinálok, sőt, lehet, hogy álmodok, sőt, az is lehet, hogy csak valami külső hatásra, hát gonosz démon, vagy ha nem, akkor valamilyen gonosz embereknek a kémiai, nem tudom micsoda beavatkozása az agyamba, ami miatt azt gondolom, hogy ez mind lehet, de ez csak azt igazolja, hogy én létezem, hogy ez egy valóságos dolog, hogy nekem ez az élményem van. Ezt teljességgel képtelen kétségbe vonnom, akkor, amikor én azt vélem látni, hogy itt ez és ez van előttem, akkor nem tudom azt gondolni, hogy ezt én nem látom. Tehát magyarán ez a módszeres kétely, ez saját maga vezet el oda, hogy teljes bizonyossággal egy dolgot tudjak, azt, hogy nekem valamilyen tényleges, belső tudat élményem van. Ez azt fogja jelenteni tehát, hogy megjelenik egy olyan új alapja a filozófiának, amelyik bizonyos értelemben valóban egy teljes szakítást jelent, avval a teocentrikus, Isten központú középkori gondolkozással, amely 1000 éven át meghatározó volt, és ennek a helyébe fog kerülni egy olyan filozófálás, amelyben a legrendíthetetlenebb valóság azok az öntudat puszta tényei, ilyen fogalmazás is van, a saját képzett világon lesz. Ebből tudok kiindulni. Egyébként ehhez érdemes azt hozzátenni, hogy nem igazán szerencsés ez a cogito ergo sum mondattal való visszaadás ennek a gondolatmenetnek, mert azt az illúziót keltheti, mint hogyha arról lenne szó, mint egy ilyen bizonyításban, hogy két premissza meg egy konklúzió, hogy azt mondjuk, hogy én gondolkodom, aki gondolkozik, az létezik, tehát akkor én létezem. Nem, itt nem egy ilyen bizonyításról van szó, hanem egy alapélményről van szó, amit még jobban visszaad a sum cogitans mondat, vagyis, hogy gondolkodó vagyok, vagy gondolkozva létezem. Létezni és tudattal bírni, belső élménnyel bírni gyakorlatilag ugyanazt jelenti a Descartes-i filozófia szerint. Na most az ezt követőre nézve pedig röviden azt tudjuk mondani, hogy az fog történni Descartes-nál, hogy miután ő lebontott mindent, ugye ami megvolt korábban, minden ismeret, mindent kétely alá vont, és minden leomlik, mindent el kell vetni, mert nem teljesen biztos, elérkezik addig a pontig, ahol van egy biztos alap, és utána innentől pedig elkezdi fölépíteni ismét mindazt, amivel korább mint témával foglalkozott, és amit elvetett. Na most ez azt fogja jelenteni, hogy tehát Descartes föl fog építeni egy filozófiai rendszert, amelyben szépen egyre másra elő fognak jönni azok a témák, amelyeket ő korábban már vizsgált, de mivel nem volt biztos ismeret, ezért el kellett, hogy vessen. Na most az érdekes az az, hogy tehát ilyen módon, amit ő fölépít, abban tulajdonképpen nagyon sok minden régi anyag lesz. Tehát meglepően sok mindent ő át fog venni a középkori megörökölt filozófiájának a fogalmi kereteiből, az eljárásmódjából, rengeteg mindent fog felhasználni. Ha képszeren akarnánk fogalmaznak, akár azt is mondhatjuk, hogy igen, van egy zöldmezős beruházás, de arra hát az elbontott régi épületnek az anyagát nagyon nagy mértékben föl fogja használni.
Tehát a bontott téglából fogja építeni a zöldmezős beruházásban az épületét. És azt is jelenti ez, hogy ilyen módon Descartes ott lesz ezen a határvidéken is, hogy ontológiát művel, de ugyanakkor már egy fontos lépés történik az ismeretelmélet felé. Az egész filozófia az még inkább lesz egy ontológiai filozófia, mindjárt látjuk perceken belül, hogy milyen szépen fölépíti a maga rendszerét, de hát az egészhez vezető úthoz egy olyan módszerrel kellett elindulnia, amelyik már az ismeret elmélet felé mutat, amely egyébként majd az angol empirista filozófiában fog meghatározóvá válni. Na most, mi lesz a legfontosabb abban, hogy ő itt ilyen bontott téglákból építi az épületet? Az, hogy nehezen vonható kétségbe az ő nagy gondolatmenete, a cogito ergo summa-val kapcsolatban, addig, ameddig azt mondjuk, hogy rábukkanunk valami olyasmire, ami nem vonható kétségbe. Azt gondolom, hogy józan észre tényleg nem lehet kétségbe vonni, hogy akkor, amikor nekem az a belső élményem van, hogy én valamit látok, hallok, akkor nekem valóban az az élményem van. És ez a kérdés, ez elkülöníthető attól, hogy aztán ezt hogyan magyarázom, hogy ezt valami külső dolog tükröződésének tekintenem, vagy nem, mindettől függetlenül ez valóban így van, rábukkan valami. Igen ám, de az már nagyon kérdéses, vagy legalábbis az nem olyan egyértelmű, hogy amire ő rábukkan, arra joggal lehet azt mondani, hogy ez micsoda? Ez egy szubstancia. Márpedig ezt fogja mondani Descartes, tehát ez egy létező dolog, a szubstancia középkori, arisztotelészi hagyományokkal bíró középkori fogalmának az értelmében, ez egy létező valóság, egy dolog. Na most ez a lépés, ez kérdéses, hogy teljességgel jogos-e vagy nem, de minden esetre azt fogja mondani Descartes, hogy tehát középkori filozófiai fogalommal fogja lefordítani, definiálni azt, amit ő megtalált. És fogja azt mondani, hogy eljut tulajdonképpen a res cogitansnak a gondolatához, a gondolkozó dolog, a gondolattal bíró létező, a gondolati létezőnek a fogalmához. Ez lesz Descartes számára az első számú szubstancia. Na, és akkor lássuk, hogy hogyan épül tovább ez a rendszer. Tehát ezután a vonal után, hogy fog jönni ez a vonal? Hát miután az én, mint biztos alap, annak a léte biztosítva lett, ez lesz a res cogitans, jön a következő lépésben az Isten létének a bizonyítása. Na most azt mondhatjuk, hogy azért ez távolról sem annyira zseniális és lenyűgöző, van, aki szerint igen, de azért általában úgy tekintik, hogy ez nem annyira, különösképpen is nem annyira nagy erejű gondolat, mint ami az első volt, mert tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy bizonyos fajta felújítása az Anselmuszi istenérvnek, az ontológiai istenérvnek. Tartalmilag körülbelül azt fogja mondani Descartes, egyébként többféle istenér van nála, de amelyek nem kapcsolódnak egymáshoz, de nem tekinthetők egyérvnek. Ami a legfontosabb, az körülbelül tartalmilag az, hogy létezik bennünk a magunk tökéletlenségének a tudata, a gondolata. És emögött ott van a tökéletességnek az ideája az agyunk. Na most azt mondja Descartes, hogy nem lehetne bennünk a tökéletes lénynek a tudata saját magunktól. Egy alacsonyabb rendű létező, az nem tudja kitalálni egy magasabb rendű létezőnek a fogalmát, a képét, magától nem lehet képes azt megalkotni. A hangya nem képes elképzelni a magasabb rendű állatot, vagy az emberi létezőt. Az ember hogy lehetne képes arra, hogy megalkossa ennek a magasabb rendű létezőnek egyáltalán a gondolatát, a fogalmát. Hát ez is visszamegy a középkori filozófiának ahhoz az általánosan elfogadott tételéhez, hogy egy okozottban nem lehet több lét, mint az okban, mint az okozóban.
Gyakorlatilag ennek az alapján mondja azt, hogy Istennek szükségszerűen léteznie kell. Most miért Anselmuszi típusú Isten érvez? Azért, mert egy fogalmat határoz meg, és utána azt mondja, hogy az a fogalom a szükségszerűen maga után vonja azt, hogy létezzen az, akire mutat az a bizonyos fogalom. Anselmus esetében ugye ez az, aminél nagyon nem képzelhető el lesz, ugye erre mondja azt, hogy ez szükségszerűen kell, hogy létezzen, és ezért létezik Isten, mert ez azonos Istennel. Descartes esetében ez pedig a tökéletes létezőnek a gondolata lesz, amelyik nem létezhetne a gondolat akkor, hogyha maga a tökéletes lény nem létezne. És akkor még egy fontos gondolat ehhez, hogy hát furcsa, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a hatalmas forradalom, amelyet Descartes a filozófia történetében jelent, ez nem egy eredeti gondolat. A cogito ergo sumnak a gondolatát majdnem ugyanígy tulajdonképpen Augustinus már megfogalmazta. Csak mi az érdekes? Az, hogy mivel nem olyan filozófia történeti szituáció volt, amiben ennek az a funkciója lehetett volna, mint Descartesnál, hogy egy teljesen új filozófiai korszaknak az elindítását jelenti, ezért ez gyakorlatilag úgy ott maradt, úgy ott hevert az asztalon úgy rengeteg sok minden egyéb között Augustinusnak ez a gondolata, aki egy hihetetlen invenciózus valaki volt, számtalan zseniális gondolata felismerése volt, és hogy többek között úgy játszadozva, úgy rábukkant erre a lehetséges gondolatmenetre is. De az nem élesedett be, hogy úgy mondjam. Descartesnál megtörténik ennek a beélesedése, és erre azért is érdemes utalni, mert hát abból a szempontból is Augustinus nyomdokában jár, ahogy szorosan összekapcsolja az öntudatnak, sőt az én tudatnak és az Isten tudatnak a gondolatát. Abszolút Augustinusra jellemző ez, ami Descartesnál meg fog történni. És nem véletlen, hát Augustinus kapcsán beszéltünk ugye arról, hogy az egész nyugati kultúra sajátosságának, legjellemzőbb sajátosságának, az individuum központúságnak a megszületése, az mindenki másnál inkább Augustinushoz kapcsolható. És talán lehet akár így is fogalmaznunk, hogy az, aminek a lehetősége megjelenik Augustinusnál, sok évszázados alvás után kezd valóra válni. Utaltunk ugye arra Dunscotus kapcsán, hogy nála nagyon érdekes módon a Principium Individuationis kérdésénél ott nagyon sok minden megjelenik már, ami ebbe az irányba mutat, de alapvetően az európai újkor lesz, amiben ez teljesen kivirágzik, ez a lehetőség. Filozófiailag Descartes, akinél ez megjelenik. A harmadik kérdésünk az lesz, hogy hát akkor most már tudjuk, hogy én létezem, az Isten is létezik, mi az, amit még bizonyítani kell? A külvilágnak a léte. De ez már nem lesz nehéz, hiszen minek alapján tudtuk kétségbe vonni azt egyáltalán, hogy létezik egy külvilág, hogy létezik bármi saját képzeteimen kívül. Hát annak alapján, hogy lehet, hogy van egy gonosz démon, amelyik ezt a gondolatot ülteti az én fejembe. Csak hogy nem gonosz démon van, hanem egy tökéletes lény, egy jóságos Isten van. Aki pedig nem fog avval szórakozni, bocsánat a kifejezésért, hogy mindenféle ilyen teljesen alaptalan gondolatokat ültessen a mi agyunkban, hogy van külvilág, miközben valójában nem is létezik, hanem csak a saját magunk képzett világán belül tudunk létezni, és semmi más nem is létezik a világban. Tehát a kettőnek a léte együtt, az én nemnek a léte, és az Istennek, mint tökéletes lénynek a léte, az garantálja azt, hogy valóban létezik egy külvilág is rajtam kívül. Na de ebből bizony komoly probléma is fog származni, amelyet majd az utolsó témakörként fogok említeni, amelyet megelőzően azonban még egy másik problémára kell, hogy utaljak, ami a Descartes filozófiából származik, és ami a következő nemzedékeket fogja foglalkoztatni.
Tehát, ha azt mondtuk, hogy én, Isten, külvilág, és akkor a külvilág kapcsán azt fogja mondani Descartes, hogy tehát ha ez nem a tudatunkban létezik, hanem annak valamilyen értelemben, módon annak megfelelője, akkor az egy más természetű tényező kell, hogy legyen. Az nem res cogitans, nem gondolkodó létező, hanem mi a legfontosabb jellemzője az anyagi világnak? A kiterjedés. Az egy res extensa lesz, szó szerint ez azt jelenti, hogy kiterjedt létező, ami az akkori gondolkozás szerint teljesen egyértelműen, világosan az anyagi világnak a legfontosabb jellemzője volt. Tehát létre fog jönni egy olyan filozófiai, metafizikai rendszer, amiben tulajdonképpen kétféle szubstancia van, ez a bizonyos res cogitans és ez a bizonyos res extensa. Két létező, két különböző szubstancia, amelyek egymással nem találkozhatnak. Amelyek tökéletesen más természetűek. Amelyeknek nincs lehetőségük, hogy egymással kapcsolatba kerüljenek. Legalábbis, hogyha nagyon szigorúan visszük végig a gondolatmenetet Descartes értelmében, akkor egy valami érthetetlenné válik. Az, hogy bármilyen módon kapcsolatba kerüljen egymással, ez a kétféle szubstancia. Hol lesz ez nagyon nagy probléma? Hát az embernek a teste és a lelke viszonyában. Nem lehetne. Olyan, úgy kellene ezt elképzelni, mintha ott két különböző emeleten szaladgálnának ottan az egerek, és nem lenne sehol lépcső a kettő között. Teljesen nem tudnak találkozni egymással. Miközben az az egyik alaptapasztalata az életünknek, hogy a testünk és a lelkünk egymással kapcsolatban áll, ugye nem kell ezt nagyon magyarázni, elég, hogy belerugok egy kőbe, és akkor mindjárt elég fájdalmasan fogok felkiáltani. Hát a lelkem érzi azt, amit a testem csinál, illetőleg, ami a lelkembe történik, az befolyásolja, hogy mit csinál a testem, mert például fölemelem a kezemet. Hogy létezik az, hogy a test és a lélek között, tehát a két egymástól radikálisan különböző szubstancia létező között kapcsolat legyen. Na most tulajdonképpen ez logikailag szinte megoldhatatlan problémának tűnik, és igazából Descartes egy eléggé hát nyögvenyelős megoldást fog találni, hogy a toboz mirigyben ott valamilyen módon mégiscsak lehetséges az, hogy a gondolatok és a res cogitansnak a jellemzői azok valamilyen módon transponálódjanak valami testivé, illetőleg ellenkező irányba is ez megtörténhet. Tehát tulajdonképpen azt fogja mondani, hogy mégiscsak van valami valahol, ahol ez a két világ találkozni tud egymással. És tulajdonképpen nem igazán logikailag nehezen védhető ez a gondolat. Na most, hogy ez egy milyen súlyos problémát jelent, az mutatja, hogy a racionalista filozófia későbbi időszakaiban egészen hajmeresztő kísérletek fognak történni arra, hogy ezt a kettőt valahogy összehozzák. Pontosan azok, akik nagyon logikusan érvényesíteni próbálják azt, hogy ez a kettő egymásra nem hathat. Akkor hogy lehet, hogy mégis úgy működik, mint hogyha ez egy gyönyörű, szépen összerendezett rendszer lenne? Hát csak röviden utalni tudok, az egyik rá, amelyik a Descartes-i, tehát a racionalista filozófiának a folytatása lesz az úgynevezett okkazionalistákra. Az okkázi az ugye alkalmat jelent. De azt fogják mondani gyakorlatilag, hogy minden egyes pillanatban, amikor történik valami szellemi, gondolati történés, akkor az Úristen egy külön okot visz be a világba, hogy ott a fizikai világban is valami változás történjen. Tehát minden másodpercben trivió számú ilyen cselekvése van az Úristennek, ami miatt úgy tűnik, minthogyha az a kettő az egymásra hatna, miközben valójában nem az történik, hanem ez csak minden egyes egyik világban való történéshez hozzárendel az Úristen egy másik világban lévő történést. Ez az egyik magyarázat. Elvarázsolt, fantasztikus, mesés az egész, de ugye értjük, hogy miért lesz szükséges az, hogy ilyen furcsa magyarázatokat keressenek. Egy másik magyarázat pedig az úgy fog szólni, hogy azt tessék elképzelni, hogy van két fali óra, falu, a kettőt pontosan ugyanúgy felhúzták és elindult,
és a kettő az működik, és egészen pontosan ugyanabban a század másodpercben üt mindig, vagy mozdul a két óra. Úgy tűnik, mintha a kettőnek egymással kapcsolata lenne. De valójában nincsenek kapcsolatban egymással, hanem csak ugyanúgy lettek felhúzva, vagyis egy előre meghatározott harmónia van a kettő között. Hát ez egy másik olyan magyarázat, ami próbál erre a nagyon nehéz kérdésre választ találni. És akkor most utolsóként visszatérünk arra, amire az előbb utaltam már, hogy hát hogy fog egy nagyon komoly probléma származni abból a pozitív eredményből, hogy tehát igazából a gondolatainkat az Úristen az, aki belénk ülteti. Ugye? Hát ezért nem lehetséges az, hogy ezért lehetséges az is, hogy egyáltalán az Isten fogalma bennünk létezzen, meg ezért nem lehetséges az, hogy a külvilág ne létezzen. Na de hogyha a gondolataink alapvetően az Úristentől származnak, akkor hogy létezik az, hogy tévedünk néha? Na most miért gyönyörű szép maga a probléma? Azért, mert mivel indul el Descartes? Avval indul el, hogy hogyan lehetséges, hogy bármiféle biztos, helyes ismeretünk legyen. Úgy tűnik, hogy semmi, de semmi nincsen. És hatalmas küzdelem árán jut el odáig, hogy meglegyen az első pont, ami valóban megbízható ismeret. És utána fölépít egy filozófiai rendszert, aminek az eredménye az lesz, hogy hogy létezik az, hogy bármiféle gondolatunk téves legyen. Teljesen az ellenközébe fordul az egész gondolatmenete. Hát erre egy meglehetősen bonyolult, de az viszont egy nagyon, nagyon szépen végig gondolt okfejtés lesz, amivel ezt elmagyarázza. Azt hiszem, hogy nem fogunk tudni ebbe belemenni már. Alapvetően arról van szó, hogy vannak a közvetlen ismereteink, amelyek a világra vonatkoznak, és ezek alapvetően, és ezek helyesek. Ezek mind stimmelnek. De van egy akaratunk is, és amikor helytelen módon használjuk azt, helytelen módon vonatkoztatunk valamit a világra, akkor ebből származnak a tévedéseink. Az egy más és részletesebb elemzést igényelne, hogy ezt végigelemezzük. Minden esetre azt mindenképpen érdemes megjegyeznünk, hogy ahogy ez sokszor megtörténik a filozófia történetében, valaki elindul egy úton, és aztán kiderül, hogy pont az ellenkezője fog komoly problémává válni, mint aminek a megválaszolására eredetileg elindult. Így lesz ez Descartesnál is, és ez azzal a következménnyel fog járni, hogy nem pusztán egy hatalmas, zseniális filozófiai alkotás lesz előttünk, hanem ugyanakkor ez egy olyan iskolává válik, amelyben ott vannak a kérdések, mozognak, és nemzedékeken keresztül új és új gondolatokat, új és új utakat fognak lehetővé tenni. Hát ez lett volna mára az előadás, és akkor, ahogy mondtam, a jövő héten szintén lesz hasonlóképpen filozófia történeti előadás. Viszont hallásra, viszont látásra minden.